A képviselőtestület elfogadta annak a programtervnek első változatát, melyet a városávállás 50. évfordulója alkalmából februártól novemberig bonyolítanak majd le a civil szervezetek bevonásával. Ez a rendezvénynaptár, ez egy nyitott pozíció, ami azt jelenti, hogy ha valakinek van még jó ötlete, és ehhez kéri a város támogatását, és azokat a kedvezményeket szeretné igénybe venni, amely azzal jár egyébként, hogy nem kell nekik köztető használati díjat fizetnie, és használhatja a közterületet természetesen élete lehetőséggel. Új igazgatója lesz február 1-től a város EU-s pályázatait lebonyolító Dombóholt Kft.-nek. A cég létrejöttét a településfejlesztési operatív program támogatta. Megtaláltuk a legalkalmasabb személyt Györfini Ámér Timi személyében. Timi már több éves pénzügyi gyakorlattal rendelkezik, mint a közigazgatás, mint pedig a pénzügyi szféra világában. Azt gondolom, hogy ezt a több mint két évtizedes szakmai gyakorlatot Dombavár javára tudja fordítani, és ezzel is nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy tényleg ez a Domboland Kft. 2020 évvégére egy sikeres önkormányzati cég tudjon lenni. A képviselőtestület 1 millió forinttal támogatja ebben az esztendőben is a Polgáros Szövetséget. A szövetség beszámolója alapján a városi rendezvények lebonyolításában vállalt szerepük miatt kaphatták a működési hozzájárulást.